Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy olyan videó lesz, amit nagyon régóta szerettem volna már kipróbálni. Nem másról van szó, mint TikTok smink trükkökről. Habár én nem vagyok egy hatalmas TikTok fan, ami egészen egyszerűen annyiba merül ki, hogy nem szoktam túl sokat TikTokozni. Bencével együtt szoktunk, viszont én egyedül külön nem kifejezetten. Ettől függetlenül természetesen egy csomó TikTok sminkes videót láttam már, fantasztikus dolgok is vannak rajta, viszont akad egy-egy olyan sminktrükk, ami lehet, hogy megkérdőjelezhető, de az is lehet, hogy működik. Természetesen nem én vagyok az első, aki ilyen videót csinál, ezért azokat a TikTokokat, amit most ki fogok próbálni, nem én válogattam ki, úgyhogy valamilyen szinten engem is újdonságként fognak érni ezek a dolgok. Úgyhogy azt mondom, hogy mindenki fogja meg a kis macsáját, és kezdjünk bele a videóba. Úgyhogy meg is nyitottam azt a jegyzetet, ahova le vannak nekem mentve ezek a linkek, és egyesével fogom megnézegetni, hogy mi micsoda, be van kategorizálva, úgyhogy elvileg sorba kell, hogy haladjak. Egy picit arrébb csúszok, hogy ti is látjátok, hogy miről van szó. Az első az egy korrektor hack, ahol a lány azt mondja el, hogy hogy használta régen a korrektort, és hogy használja most azért, hogy egy instant arcfelvarrást kapjon konkrétan. Úgyhogy ez lesz az első, amit ki fogunk próbálni. Látjátok, alapozó már van rajtam, így következő lépésnek tökéletes lesz egy kis korrektorozás. És ehhez a művelethez Elf Camo Concealert fogok használni. Tehát először szükségem van ide, egy kicsire, ide, túl gyorsan néni, várjatok, az orromhoz, csak ide, oké, ez működhet, szóval, és ami elvileg fontos, hogy próbáljam abba a régióba tartani, ahova feltettem, úgyhogy... Egyébként azóta, hogy fel lett töltve a szemem alatti rész, sokkal kevesebb korrektort használok, és természetesen sokkal kevesebbre is van szükségem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az eredményről. Tehát, előtte, utána. Az az igazság, hogy annyira durva hatást nem veszek észre, nyilván, hogyha a szemed sarkába teszel korrektort, akkor mindenképpen meg fogja emelni a tekintetedet, de ezen kívül... Oké, azért csináljuk meg a másik oldalt is, ugyanígy. Jó, de csikis. Hát nem tudom. Az az igazság, hogy nem hiszem, hogy a kedvencem lesz. Ha jól látom, akkor púderes hackünk az nincsen, úgyhogy gyorsan lepúderezem az egész arcom, és utána folytatjuk tovább. Egy kevés bronzert is tettem fel az arcomra, és a következő lépés, ha jól látom, Niki Tutorials orrkontúrozása lesz, amit itt láthattok mellettem. Úgy néz ki a történet, hogy az egész orromat elvileg bronzerrel be kellene vonjam, és utána fixáló porral kellene kiemeljem. Érdekes? Tehát szükségem van egy kicsit kisebb ecsetre, bronzer, nem túl sötét, és az egész orromat csak én nem látom. Lehet, hogy mégis kelleni fog a sötétebb, úgyhogy váltok hula bronzerre. Ez lesz az. És akkor egész nózi. Ő úgy csinált, hogy itt is van egy kevés. Elég barna már az orrom. Így biztos jó lesz. Ennél nem megyünk barnábra. És fixáló por. Jój, izgulok. Végig. És ide is tesz középre. Most ezzel várunk egy pillanatot, és utána meglátjuk, hogy mit alkottunk. Viszont addig, amíg a púder csinálja a dolgát, addig kipróbálunk még egy hacket, amit megint csak itt láttok mellettem.
egészen egyszerű a történet. Nedves szivacssal fogom felvinni a highlighteremet, amihez kihoztam egyébként több opciót is. Itt van nekem egy Kylie Cosmetics-es highlighter, illetve egy elfes is, és a még mindig nedves beauty blenderem. Úgyhogy egy érintetlen részét fogom behighlighterezni. Hello! What? Próbáljuk újra. Szóval... Mondjuk az ötlet maga az teljesen érthető, ugyanis az ecsetet is befújjuk fixálósprével, hogyha szeretnénk egy kicsit intenzívebb highlightot kapni. A vizes szivacs is körülbelül ugyanez. És mivel nincsenek konkrét terveim mára, így keresünk még egy érintetlen részt, másik fixálóspré, és kipróbáljuk az elfes highlighterrel is. Kicsit leütögetem, hogy ne legyen ilyen foltosan vizes. Lehet, hogy nem nedvesítem be eléggé. Még egyszer felvettem. Ez szép! És ami egyébként baromi szép benne, hogy nem lesz olyan darabos és textúrált, mintha ecsettel vinném fel, úgyhogy ezt elmentjük. És ennyi idő szerintem elég volt az orromon lévő púdernek, úgyhogy előveszek egy fluffy ecsetet, és lesöpröm. Úgy néz ki, valamit nem jól csinálok. A logikáját értem, viszont az, hogy nekem miért néz ki ilyen rosszul, azt nem. Még mindig tiszta barna az orrom, és nem nagyon látok rajta semmi olyan... Na mindegy. Előveszek egy highlighter ecsetet, és megpróbálom egy kicsit highlight-tal javítani a helyzetet. Illetve egy bőrszínű púdert, egy viszonylag nagy satírozó ecsetre, és ezzel javítom ki a helyzetet. És így szerintem működnie kell. Az az igazság, hogyha alapból kőpúderrel csináltam volna, akkor szerintem működnie kellett volna, ugyanis a fixáló púder, az szerintem az a lényege, hogy ne fedjen igazából, csak púder legyen, úgyhogy valószínű, hogy nekem itt ezzel volt a problémám. Oké, sokkal jobb. Közel sem tökéletes, de sokkal jobb, mint volt. A következő hack, ami még az archoz tartozik, egy olyan, amit soha nem próbáltam még, és valahogy soha nem is vonzott a dolog. Ahogy látjátok, kamu szeplőket fogunk csinálni magunknak, ez egy hatalmas trend volt az elmúlt időben. Fixálóspré, bronzer megvan. Fixálóspré-mnek a teteje nincs meg, úgyhogy én egy púdernek a tetejébe fogom megcsinálni ezt a történetet. Kifújok, nem tudom, kettő fújást, mondjuk, és egy ecsettel felveszek ebből a porból. Gőzöm nincs, hogy mennyit kell. Tehát elszáll, siker. Na, szerintem ahhoz, hogy ebből tényleg valami olyan színű dolog legyen, sokkal több púderra lenne szükségem. És ha jól láttam, akkor egy egészen fluffy brush-sal csinálta Sophie, úgyhogy én is megpróbálok valami hasonlót, de még mindig úgy érzem, hogy közel sem elég a púder. Igaz, hogy a fele elszállt a levegőbe, de végül sikerülni fog. Teljesen azért nem szeretném elrontani a sminkem, hogyha félrecsúszik ez az egész buli. Itt van az ecset, és elvileg, hogyha ezzel... Ez közel sem elég vizes, mármint, hogy fixálóspré is. Kifújok még egyet, és csak a végét nyomom bele. What? Nem történik semmi. Ezt hogy kell irányítani?
mármint, hogy sikerülni éppen sikerül, de totál irányíthatatlan, és oda nem megy, ahova szeretném, hogy menjen, és oda meg megy, ahova nem szeretném, hogy menjem. Kicsit inkább közelebb megyek, és megmutatom, hogy mi lett az eredményünk. Tehát így néz ki. Szerintem sokkal egyszerűbb lenne az egész művelet, inkább meg is mutatom, hogy mire gondolok, de egy ilyen keveréket, egy ilyen ecsettel célzottan oda felvinni, ahova szeretnéd. De most, hogy kész van az arcom, fixálok egyet, és mehetünk át a szememre. Miért akar valaki szeplőket? Na, ez jó. Ez karaktert ad az arcom. Csépen. Köszönöm. Ahogy látjátok, feldobtam egy minimális szemsminket, és jött a következő hackünk. Ha jól láttam, akkor már csak 3 van hátra, úgyhogy nézzük is a következőt, ami nem más, mint egy szempilla spirál hack. Itt láthatjátok mellettem. Úgy néz ki az egész dolog, hogy 3 lépésben viszed fel a szempilla spirálodat. Először csak a szempillád legvégére, utána a középtájra, utána pedig az egészre, és elvileg ettől sokkal hosszabbnak, sokkal dúsabbnak, sokkal drámaibbnak kellene hason, mint hogyha egy rétegben elejétől a végéig, vagy 2 rétegben viszed fel elejétől a végéig. Értitek, hogy miről szól a dolog? Ehhez a trükkhöz az egyik kedvenc szempilla spirálomat szeretném használni, Maybelline Colossal Volume Express maszkara. Drogériás szempilla spirál, esküszöm nektek, hogy az egyik legjobb. Kicsit közelebb hozlak titeket, hogy lássátok is, hogy mit csinálok. Tehát, ami most történni fog, először csak a szempilláim legvégére fogom feltenni a spirált. Valahogy így. Néha ilyenkor egyébként, miután alapozóztam, púdereztem, korrektoroztam, meg minden ilyesmi, meglepődök, hogy milyen hosszúak a szempilláim, mert ilyenkor teljesen fehérek. Szerintem ennyi idő elég volt az első rétegnek igazából, hogy megszáradjon, úgyhogy mehetünk tovább arra a részre, amikor a középső résztől spirálozunk. Amíg szárad a szempilla spirálom, addig szeretnélek megkérni titeket, ezt mondjuk lehet, hogy az elején kellett volna mondani, próbáljátok ki ezeket, vagy amelyiket szeretnétek, velem egyszerre, és közben írjátok meg kommentben, hogy mi működik nektek, és mi nem, vagy mi tetszik, és mi nem. És utolsó lépésben pedig egészen a szempilla tövemtől kell kispirálozni. Na, mi a véleményünk? Itt középen van egy szál, ami tök jól sikerült, és szerintem az egyébként valóban hosszabbnak tűnik, mint a többi. Ezen kívül, amit észrevettem, hogy nem ragad úgy össze, szóval egy kicsit ilyen szöszösebbnek hat az egész, talán mondhatjuk, hogy dúsabbnak, de ezen kívül annyira nem vagyok amúgy elájulva. Egyébként így, ahogy alulról néztem, dúsabbnak tényleg dúsabb, viszont be kellett volna göndörítsem spirálozás előtt, és akkor látszódott volna szerintem sokkal jobban, hogy hogy is néz ki. A következő, utolsó előtti hackünk nem lesz más, itt láthatjátok mellettem, mint a Fox Eye Trendhez tartozó műszempilla felhelyezés. Ezt nagyon sokszor néztem már, de nem mertem kipróbálni. Arról szól igazából az egész, hogy körülbelül szemhéjad közepénél teszed fel a műpillát, és egész hosszan kihozod, és egy jó 3-4 milit elhagysz a szempilla tövettől, ahogy felrakod, majd mindjárt látjátok gyakorlatban is, hogy hogy néz ki ez a dolog. Itt van előkészítve a pillám, ami egyébként baromira ragasztós. Lassan szegény megérik egy cserére. Amíg takarítom egyébként a pillámat, addig megint csak elmondanám nektek a MyUSS linkemet. Leteszem természetesen a leírásba, minden videómnál megtaláljátok. Majdnem szétszedtem a pillát. Szóval a MyUSS linkemet megtaláljátok a leírásban minden egyes videómnál, ugyanis szerintem egy baromi jó akciót kaptunk tőlük, ami úgy néz ki, hogyha az én linkemmel
regisztráltok, egy évig ingyenes prémium előfizetést kaptok, vagy 3 hónapos ingyenes business előfizetést. Business előfizetés sokkal-sokkal több előnnyel jár, mint a prémium előfizetés. Ezt egyébként meg tudjátok nézni ott a linken. És készen vannak a szempillák, úgyhogy tegyük is fel. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy fog-e működni úgy, hogy nincsen rajtam szemhétus. Teszek rá egy kevés ragasztót, nem szeretnék túl sokat tenni. Így szerintem jó is lesz. Ja, egyébként körülbelül egy 10 perces csipesz kereső akción voltam, ugyanis egy darab csipeszt nem találtam. Körülbelül úgy látom, hogy harcra kész ragasztunk, úgyhogy közelebb kúszok, és körülbelül középre teszem fel. Hát ez lehet, hogy kicsit túl középen van. Valahogy így. Wow, I like it. Mindjárt közelebb megyek, hogy megmutassam, hogy mi is történt most. Látjátok, mekkora lyuk van a saját pillám és a műpilla között. Megvárom, hogy megkössön a ragasztó, addig felteszem a másik oldalt is, és utána annyi lesz a dolgom igazából, hogy összeragasztom a saját pillámat a műpillával. Ehhez valószínű, hogy kelleni fog még egy kevés szempillaspirál, hogy friss és ragacsos legyen. Addig viszont előveszek egy nagyon-nagyon vékony kis ecsetet, egy picikét belemártottam fixálóspraybe, és a fixálóspray-vel megnedvesített ecsetemet egy barna szemhéjfestékbe tettem bele, és ezzel fogom egy minimálisan meghosszabbítani a belső sarkomat. Cuki! Jött a másik oldal is. Ez nagyon menő. Ezt mindenkinek ki kell próbálni, az már tuti. Amíg köt ez az oldal is, addig megnézzük az utolsó hackünket, amit itt láthattok mellettem, nem más, mint hogy egy nagyon pigmentált, nagyon csillogós, szinte highlighter-szerű szemhéjpúdert ajakbalzsammal összekeverve viszünk fel az ajkunkra. Nem biztos, hogy ez a legjobb formátumú ajakbalzsam ehhez a történethez, de jelenleg ez a kedvencem, úgyhogy ezzel fogjuk kipróbálni. Kylie Cosmetics-es Take Me On Vacation palettát fogjuk használni, és ebből is ezt a színt, amit felveszek az ujjamra, felviszek a kezemre, és az egyik oldalával felveszem, vagy megpróbálom felvenni. Értem, viszont nem így fogjuk csinálni. Két dolog, lehet három. Először is törlök egyet, és ennél egy kicsit barackosabb színre van szükségem. Elfes highlighter. És nem fogom feleslegesen felkenni a kezemre, hanem egyenesen rá fogom tenni az ajakbalzsamra. Vagy felkenem az ajakbalzsamot. Előveszek egy lapos ecsetet, és veszek fel bőven a highlighterből, és egyenesen a számra viszem fel. Ez amúgy egy működőképes hack, viszont nem hiszem, hogy jó színválasztás volt ez a highlighter, és ezen kívül nekem valamilyen nagyon nem állnak jól a metal színek, úgyhogy felveszek egy ilyen lazac rózsaszínt a palettából, és ezt ütögetem erre. Működik. El tudok képzelni olyan helyzetet, amikor lehet jó, viszont szerintem sokkal jobb lenne egy szájfénnyel összekeverni, mint ajakbalzsammal, ugyanis túl sűrű az ajakbalzsam, és nem veszi fel ezt a rengeteg port, amit szeretnék igazából belekeverni. És már csak egy lépésünk van, visszatérve a szememhez, egy picit felfrissítem a szempillaspirált alul, megpróbálok bemenni a szálak közé, hogy valóban tapadjon is, és egy csipesszel elkezdem összetapogatni.
Oké, újjal sokkal egyszerűbb összenyomni, mint csipesszel. És valamiért a jobb oldal jobban néz ki, mint a bal. Egy fokkal jobb. Két apró észrevétel a szempillához. Vagy rögtön össze kellene nyomni igazából a szempillával, ahogy felteszed, és még szinte nedves a szempilla spirálod, hogy valóban összeragadjon, vagy tényleg szükséges egy tus. De akkor a bal oldali pillám valamiért nem áll úgy, ahogy szeretném, de ez az oldal szerintem bomba. Elkészült a TikTok hackes sminkem. És ahogy látjátok, egy nagyon minimális szemöldököt feltettem, csak és kizárólag ezt a barna szempilla spirált használtam rá, egy nagyon busi, nagyon természetes kinézetért. Úgyhogy ezzel véglegesen elkészült a TikTok hack sminkem. Nem vagyok benne biztos, hogy túl sok mindent fogok ezekből a hackekből használni, viszont csak a szempilla magában kárpótol az összes többiért, és természetesen attól, hogy én nem fogom őket használni, lehet, hogy ti még imádni fogjátok őket, és minden nap a hasznukat fogjátok venni. Ha esetleg így van, vagy tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Ugyanis az ecsetet is befújjuk highlight darabos és textúrát, mint hogyha ecsettel. Ez mi van? Ahogy látjátok, Bocs, Barbie. Mind a két pillámat levertem, és az egyikre rátérdeltem. Ez tök jó. Ezt miért mondtam ilyen hülyén? Legyen. Kylie Cosmetics, take me on... Küldök neked egy képet, hogy mit csinálok, mit szólsz. A tekintededből. Ezt nem kell bevágni. És amúgy, Mizu, hogy vagy? Ugyes vagy, Barbie? Jár neked a taps? Bye!